Egy nagyobb esőzés vagy egy hosszabb aszályos időszak a szakemberek szerint komoly gondokat okozhat Komlóska és a többi hegyaljai település ivóvízellátásában. A települési hálózatok és a vízműtelepek nem mindig tudják biztosítani a megfelelő minőségű ivóvizet a térségben. Európai Uniós támogatással mintegy 6 milliárd forint értékben egy olyan program kezdődik, amelynek köszönhetően jelentősen javulhat 77 abaui és zempléni település ivóvizének minősége. A projekthez csatlakozott a Zempléni Vízmű Kft. is, amely néhány évvel ezelőtt ugyanígy uniós finanszírozással csatolta a hegyközi és bodrogközi falvakat a helyi rendszerre. Most bodrogolaszi, sárazsadány, olaszliszka, tolcsva és komlóska csatlakozik ehhez az ivóvízbázishoz. Ezzel a projekttel befejeződik az a több éve folytatódó munka, amelyel az Empréni Vízmű Kft. területén minden egyes településen biztonságos és egészséges ivóvizet fogyaszthatnak az empléniek. A beruházás 12 kisebb részből áll, amelyek megvalósítása idén szeptemberben kezdődik, és a tervek szerint 2015 áprilisáig tart. A Zempléni Vízmű Kft. ebben a programban kivitelezőként szeretne részt venni. A közel 800 milliós beruházásban így munkahelyteremtésre is van lehetőségük. A főpályázóval együtt jeleztük, hogy a Zempléni Vízmű ugyanúgy, mint eddig szeretne részt venni a kivitelezésben is, nem fővállalkozónak, hanem alvállalkozói tevékenység során, mégpedig szakmailag a legbonyolultabb részeket szeretnénk csinálni, ami a biztonságos ivóvízellátásnak a nagyfokú biztonságát tudja garantálni. Ilyen a vízgépészet egy ilyen beruházás során. Ezért mi sürgetjük és nógatjuk a partner, partnerünket, de mi kisebbségben vagyunk. A munka leghamarabb tavasszal kezdődhet el a hegy alján. Az Zempléni vízműnek már van ilyen jellegű beruházási tapasztalata. A nagy program ráeső szakasza egy éven belül befejeződhet. Így leghamarabb 2014 tavaszán már biztonságos és egészséges ivóvizet fogyaszthatnak a hegyalján élők is.